Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszállás című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kiesett az NB1-ből a Marsó Nyíregyháza. 2-0-ra verte a Vácot a kisvárdai futballcsapat. Új tulajdonosa van a Nyíregyháza Spartakusznak. Az MTK ellen játszik a döntőben az NKS. Két világkupa bronzot szerzett Veres Amarilla. 30 év után találkoztak a Volán Dózsas alakmotorosai. Kiesett az NB1-ből a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese az osztályozó harmadik mérkőzésén 98-81-es vereséget szenvedett a MAC otthonában. A fővárosiak így 2-1-re megnyerték a párharcot, a nyíregyháziak pedig 13 évnyi élvonalbeli szereplés után elbúcsúztak a legmagasabb osztálytól. Nem tudta megragadni az utolsó esélyt a Marsó Nyíregyháza vereséget szenvedeti csapat a MAC otthonában. Mi hiányzott hozzá, mi kellett volna az, hogy fordított eredménnyel végződjön ez a harmadik mérkőzés? Ez valóban így van, nem sikerült sajnos. Úgy gondolom, hogy sokkal nyugodtabban és rutinosabban kellett volna játszanunk ezen a mérkőzésen. A hangulat nagyon jó volt. A csapat úgy gondolom, hogy teljesen pozitívan állt a dologhoz, és hitt abban, hogy nyerhet. De sajnos, amikor kimentünk a pályára az első néhány perc jó játéka után, nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, ami kellett volna ahhoz, hogy ott tudjunk maradni. Az utolsó meccsen maradt a döntés, csak idő még nem telt el szombat óta, de csak röviden mi vezetett ahhoz, hogy végül is ilyen helyzetbe került a csapat, hogy az utolsó pillanatban dőlt el a sorsát magyarul, miért nem sikerült jobban ez a szezon? Elég nehéz szezonunk volt, elég nehéz körülmények között dolgoztunk. Kell majd ezt hosszabban értékelni, és akkor beszélhetünk erről talán többet. Még bennem is elég friss az élmény, és azért eléggé megvisel, maradjunk ennyiben a teljesítményünk. Gondolkodunk rajta, és akkor majd meglátjuk, hogy kifejtjük, vagy utána nézzünk, hogy alapvetően mi is, ami azt okozta, hogy ide kerültünk. 13 év folyamatos A-csoportos szereplés után úgy néz ki, hogy a B-csoportban folytatja a csapat, ami nagyban meghatározhatja, sőt meg is határozza Nyíregyházán a kosárlabda jövőjét. Mi az, ami biztos a jövőt illetően? Az utánpótlásunk stabil, és ez a következőkben is így lesz. Az, hogy mennyire határozza meg a jövőjét a kosárlabdának, ezt nem mondanám annyira tragikusnak, hiszen ha van olyan utánpótlásunk, akik alkalmasak arra, hogy a csapat visszakerüljön az A-csoportba, akkor ezt a következő évben megteszi. Ha nincs, akkor nem tudom, hogy mennyire kellene azt erőltetnünk, hogy az A-csoportban legyünk. Én még mindig azt vallom, hogy akkor van értelme az A-csoportban lennünk, hogyha van Nyíregyházán olyan utánpótlás, aki megérdemli azt, hogy ott is legyen. Ehhez egy kicsit más munka is szükséges. Itt a utánpótlás játékosoknak is látni kell, hogy mi az, ami szükséges ahhoz, hogy valaki A-csoportos játékos legyen, mi kell ahhoz, hogy valaki élsportoló legyen. Kellenek olyan játékosok, akik feláldoznak nagyon sok mindent, akiknek fontosabb az, hogy kosárlabdázésre járjanak, mint moziba vagy hasonló szórakozó helyekre. És ha vannak ilyen játékosok, akkor a következő évben már ott lesz a csapat újra az A-csoportban. Megőrizte második hét a tabellán a Kisváron Asszergúd, miután legyőzte a Vácot. Sós Imre együttesen 0-0-ás félidő után Koszta már két góljával 2-0-ra vert ellenfelét. Azt tudtuk, hogy a Vác egy szervezett csapat, azért több napsi kalapot is sikerült nekik begyűjteni, de ezen a mérkőzésen úgy gondolom, hogy kifejezetten szervezetten védekeztek, és mindent egy lapra feltéve küzdöttek. Nagyon nehéz volt feltörni őket, erről beszéltünk a fél időben és az öltözőben, hogy valahogy fel kell törni a védekezésüket, és minél gyorsabban megpróbáltunk gólt szerezni, ami aztán úgy gondolom, hogy jött is. Én úgy gondolom, hogy a Vácnak addig a mi vezető gólunk nem volt nagy helyzete, de ha őszintén akarunk lenni, akkor a futball ugye megint csak bebizonyította, hogy volt egy ajtóablak zicserük, amit a Frank mellélőtt, és utána a következő támadásból kapták ők a gólt. Hogyha az bemegy, akkor nagyon nehéz dolgunk lett volna. Így viszont jött a vezetőgól, és utána már úgy gondolom, hogy uraltuk olyan szinten a mérkőzést, hogy bíztam abban, hogy meg fogjuk nyerni, és tudunk még gólokat szerezni. Ezzel a győzelemmel a csapat megőrizte a második helyét a tabellán, viszont a következő fordulóban ismét egy nehéz mérkőzés következik. Mondhatni rangadó, milyen meccse számítasz Balmazújvárosban? Nagyon nehéz sorozatban van a csapat, látszik az is a srácokon, hogy egy kicsit kezdjük elveszíteni azt a
fizikai fölényünket, ami volt, tompán játszottunk, talán egy kicsit fáradt is a társaság, de úgy gondolom, hogy ebből ki fogunk jönni, és akkor onnantól kezdve azért a hátralévő 4 mérkőzést is szeretnénk megnyerni. Egy fél időn keresztül tökéletesen működött az a taktika, amivel a Vác érkezett, aztán még a második fél időben is negyed órán keresztül. Mi hiányzott, az legalább egy pontot elvigyetek Kisvárdáról? Hát én úgy gondolom, hogy a mérkőzés egész idejében sikerült, de sajnos arra megint nem számítottam, hogy egy-két játékoson felelőtlenül és fegyelmezetlenül játszik. Ugye ez a pontrugásokból kaptunk megint 2 gólt. Ugye ez most már jellemző ránk, hogy a góljainknak a 70-80%-át pontrugás után kapjuk. Hiába vannak kiosztva az emberek, egyszerűen arra képtelen, hogy vele menjen, és ezáltal állandóan sújtja a csapatot. Ugye a rossz az volt, hogy most kényszerpályán voltam, mert ugye hiányzott a Görgényi, a Hegedűs a védelemből, és ezáltal ilyen, úgy mondom, ilyen másodlagos megoldás volt. De már szünetbe éreztem, direkt fölhívtam a figyelmét rá, hogy figyeljen, mert nem jól néz ki. Ennek ellenére megkaptuk, de hát a legnagyobb probléma az, hogy 0-0-nál egy 1000%-os zicsert nem lehet kihagyni idegenbe egy ilyen csapat ellen, az be kell rúgni. A te 2 góloddal nyerte meg a csapat 2-0 a mérkőzés, az első fél időben csak helyzetekig jutottatok, 1 óra kellett hozzá, hogy feltörjétek a védelmet, belülről hogy érezted, mennyire volt nehéz megtalálni a részt ezen a Váci? Nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen a Vác az a bennmaradásért játszott, ugye nagyon szervezettek voltak az első fél időben, sajnos akkor nem sikerült gólt rúgnunk. Szerencsére a másik fél időben sikerült eldöntenünk a mérkőzést. A szurkolók féltették a csapatodat, ugye a hét elején derült ki az, hogy feljutás esetén sem indul az NB1-ben, hogy megzavarja a játékosokat. Lehetett ezt érezni a hétközben az öltözőben, vagy egyáltalán ott volt ez a fejekben? Eleinte azért ott volt a fejekben, azért nem esett jól a csapatnak, de sportolók vagyunk, és oda szeretnénk érni a második helyre. A Kisvárda megnyerte 2-0 a Vácai meccset, úgyhogy továbbra is feljutó helyen áll az NB2-ben, viszont a hét elején derült ki a széles közvélemény számára, vagy a szélesebb közvélemény számára, hogy nincs NB1-es licensz a csapatnak. Tegyük tisztában, mi is a helyzet ebben a licensz ügyben. Amikor elindultunk az NB2-es szezonunkban, az volt a cél, hogy egy jó erős közép csapatunk legyen. Ugye a 7.-11. helyet fogalmaztuk, akkor meg majd a tél folyamán az erősítéseknek köszönhetően ez egy picit változott, és a dobogóra szerettünk volna odaérni, jelenleg ott vagyunk, de semmiképpen sem az NB1-ről beszéltünk. Természetesen ez egy titkos vágyunk lehetett, hogyha az eredmények jól lakulnak, itt az ellenfelek hibáznak, akkor oda kerülünk, az egy nagyon nagy dicsőség dolog lesz, de nem is gondolkodtunk az NB1-ben, azért, mert ez a létesítmény egyelőre nem teszi lehetővé, tehát az NB1-nek megvannak az infrastruktúrális követelménye, úgy, mint az utánpótlás képzésnek is megvannak a lépcsői, mi még arra nem vagyunk készen, és nem is lenne okos dolog most egy NB1-be való föllépés részünkről, mert ugye meg lehetne technikai oldani, hogy külső pályán játszunk, de az már nem ugyanaz lenne. Láttuk ebben a szezonban nagyon sok csapat játszott idegen helyen, például kezdett ugye a Dunaújváros is, és azt is láttuk, hogy mi lett belőle. Nem szabad felelősségteljesebb döntést hoztunk. Én úgy gondolom, hogy ha a következő szezonban is megvan ez a fajta háttér, és még fejlődünk is, akkor talán, ha oda kerülünk, akkor elgondolkodhatunk, hogy bevállaljuk. Váltás történt a Nyíregyháza Spartakusznál. Brek János 100%-os tulajdonába került a labdarúgó csapatot üzemeltető Kft. A korábbi tulajdonos Révész Bálint a jövőben elnökként és támogatóként segíti a klubot. Felosztjuk a feladatokat egymás között. Nekem a Mátyus Janival az a feladatom, hogy a csapat bajnokként kerüljön az NB2-be, és egy olyan keretet, egy játékos állományt hozzunk össze, aki alkalmas arra, hogy kiharcolja az NB1-be jutást. Ehhez meg kell találni a jövő évi csapatot, le kell tenni egy költségvetést a Bálinnak. Az ügyvezetés, a menedzsmentnek pedig az a feladata, hogy a napi jogi pénzügyi dolgokat kezelje, és közösen velük egy olyan költségvetést tegyünk le, ami a jövő évi működésünket biztosítja. Bálint ezt átnézi, elfogadja, és úgy, mint eddig, biztosítani fogja hozzá az anyagi feltételeket. A csapat következő szezonban az NB2 indul, a szurkolókat viszont érdekli, hogy hogy áll a MLS-szel szemben indított per, ugye, amit az első fokon a Spari nyert meg, tehát van esély esetleg arra, hogy mégis NB1 lesz belőle? Ezt nem hiszem, meg nem is akarok elé menni a dolgoknak, tehát mint mondtam az előbb, inkább a szakmai irányítás és a játékos keret kialakítása vonatkozik ránk a Mátyus Janival. Ezt a jogi csoport és a ügyvezetés kezeli, de hát az tény, hogy megnyertük a pert első fokon. Megkapta már a klub, aztán a múlt héten az írásos dokumentumokat is erről, és innentől kezdve a történelmet nem mérjük
MLS szándéka felebez, nem tudok a részletekbe belemenni. Hogyan áll, ugye május közepe van a következő szezon csapatának a kialakítása, hiszen ilyenkor már elkezdődnek a másodjában a tárgyalások a kiszemelt játékosokkal? Tárgyalások elkezdődtek már rég, elég kaotikus a helyzet a többi csapatoknál is. Új szabályok vannak, fiatalok foglalkoztatása, külföldiek szankcionálása, tehát tulajdonképpen ebben a stádiumban még konkrétumok nincsenek, de a mi fejünkben vannak nevek, meg vannak a nevek, igaz, hogy napról napra változik a helyzet. Egy elég sűrű, kemény nyár elé nézünk. 4 mérkőzés van hátra a bajnokságból, a csapat már NB2-es, de mi az elvárás erre a 4 meccset, gondolom azért bajnokin szeretné azt pedig befejezni ezt a szezont. A tulajdonosnak, vagy most már az elnöknek, Bálinnak egyértelmű elvárása az, hogy bajnokként nyerjük meg az NB3-at, Janinak pedig presztízs kérdés, Mátyus Janinak, tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogy első helyen kerüljünk fel az NB2-be. Az NB1-be jutásért játszik a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság döntőjének első felvonásán az MTK otthonában lép pályára. Azért azt mindannyiunknak tudni kell, hogy ez a csapat szerintem ebben az évben maximumot hozta ki magából. Hát az, hogy mi döntőt játszhatunk, ez egy olyan álom vált valóra, ami szerintem a bajnokság elején senki nem gondolt volna, tehát elén se. Tehát mindig bízunk abban, hogy minél jobb helyezést érjünk el. Nagyon szerettünk volna 4-be kerülni, és onnantól kezdve ugye már mindig nő az étvágy, minél többet szeretnénk elérni. Nem könnyíti meg az életünket az se, hogy a Kittinek eltört az ujja. Ez azt jelenti, hogy 2 magassal kell, hogy végigjátsszuk ezt a párharcot, ami ugye már a TFL-eni mérkőzésen is látszott, hogy nem egyszerű. Ettől függetlenül mindent megpróbálunk. Bár hozzáteszem, hogy ezerre készülünk, és minden más egyebet, mindent bevettünk, hogy jó legyen. De ugye mi pénteken elutazunk a kadettokkal egy kadett B döntőre. Ez azt jelenti, hogy a csapattal szombaton fönn Pesten fogunk találkozni, és fölvisszük azt a 4 gyereket, ugye, aki ki kell, hogy pótolja a felnőtt korú játékosainkat. Ebben az évben ugye 2 meccset játszottunk már az MTK-val. Nem volt egyszerű mérkőzés, már csak azért sem, mert mondom, a szerkezetbeli különbség az mindenféleképpen az MTK javára billenti a dolgokat, a kor, a rutin és minden más egyéb. Nekünk itt egy valami lehet, ami esetleg előnyt jelentett, az, hogy mi egy olyan párharcban vagyunk benne, ahol nekünk aztán tényleg maximálisan is veszítenivalunk. Hát azok, akik kicsikét bátortalanabbak a pályán, akik nehezebben merik elvárni a helyzeteket, azok is most azon is büntetlenül dolgozhatnak, mert ez már tényleg csak egy öröm. Tehát itt tök mindegy, mi fog történni. Én úgy gondolom, hogy játszott az itthoni mérkőzésenken, ugye a közönség az maximálisan velünk van, olyan emberek is kint voltak már a mérkőzéseinken, akik eddig esetleg nem nagyon jártak ki női kosárlabda mérkőzésre, tehát egy olyan hangulat volt itt, és egy olyan extázisban lévő csapat és közönség, ami azt hiszem, hogy csodálatos volt. Fölmegyünk, valószínűleg az MTK pályán ugyanez fog bennünket várni, csak éppen ellentétes előjellel, mert ahogy a Facebookon is mindenhol nézzük, tehát nagyon készül az MTK erre a mérkőzésre, tehát ugye mindenkit mozgósítanak, hogy menjen szurkol nekik, ugye nekik mindenféleképpen az a céljuk, hogy ebbe az évben NB1 A-ba kerülésért játszassanak, hogy ez megvan, és hogy föl is jussanak az NB1 A-ba. Nekünk ugye a célkütőzésünk teljesült, mi már csak szeretnénk tisztességesen és becsületesen befejezni ezt az évet úgy, ahogy ezt mindenki elvárja tőlünk. A csapat legrutinosabb, legeredményesebb játékosaként ráról majd talán a legnagyobb teher az MTK-i meccseken, ráadásul centerposzton viszonylag kevesen vagytok. Milyen mérkőzésekre számítasz? Kemény természetesen, tehát az MTK-ra tudjuk nagyon jó, hogy ugye ő fel szeretne jutni vissza az A-csoportba. Hát függetlenül nem adjuk olcsón a bőrünket. Azt gondolom, hogy ahogy ideig eljutottunk, éppen egy bravúr is beleférhet, úgyhogy mi erre fogunk mindenféleképpen törekedni. Személy szerint te milyen őrizetet kapsz, vagy mire számítasz? Keményed, de ez igazából minden mérkőzésen előfordul, annyi, hogy nyilván itt rutinosabb centerek vannak, illetve magasságban, tömegben is azért sokkal közelebb állnak mondjuk az élvonalhoz, ugye. Nyilván ott is vannak ugye rutinos centerek, akik válogatott játékosok voltak, illetve több évet A-ban játszottak. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy semmi sem lehetetlen, úgyhogy mi ugyanúgy győzni szeretnénk az MTK otthonában is, mint ahogy azt próbáltuk eddig az egész bajnokság során megtenni.
Egyre sikeresebbek a nyíregyházi kardvívók és kerekesszékes vívók, a Pákei Béla által irányított szakosztály versenyzői, mind hazai, mind nemzetközi porondon letették már a névjegyüket. Nyíregyházán nem őshonos maga a vívás sem, a kardvívás sem, de évről évre javul a helyzet, de úgy gondolom, hogy még nagyon sok potenciál van ebbe, hogy sikeres legyen és létszámba gazdag. Most mennyien járnak ide a Benczúrtól a csarnokába vívó? Ide 25-en járnak, ez az egyesületi szint, és kettő iskolában van szakkör, a Móricz Zsigmond Általános Iskolában és a Szent Imrében. Milyen eredményekre lehettek már büszkék, mondjuk 4 év nem túl nagy idő, főleg úgy, hogy a nulláról kezdték a gyerekek? Országos bajnoki, bronzérmes női karcsapatunk van, ami ugye a nagy múltú Pest egyesületek között komoly eredménynek számít, illetve most volt a múlt hétvégén a vidékbajnokságon, nyertünk 5 aranyérmet, ebből 4 csapataranyérem, volt 4 ezüstérem, 3 bronzérem, és rendkívül sok döntős helyezés ezen kívül. Térjünk át a kerekesszékes szakágra, ott viszont igazán kiemelkedő országos, hogy nemzetközi eredményekkel büszkélkedhettek. Így van. Azt lehet mondani, hogy a két nyíregyházi versenyző a világ élvonalába tartozik. Először Vera Samanilát kell megemlíteni, akinek a paralimpiai kvalifikáció 100%-os. Ő egyébként U23-ban kétszeres világbajnok, rendkívül sok felnőtt döntőt és helyezést ért el, illetve érmeket nyert. Most a legutóbbi Kanadában voltunk, Montrealban 2 bronzérmet nyert. A másik versenyzőnk Tarjány István, aki most egy fél éve került át B kategóriába, és azonnal már villantani tudott. 2 hatodik helyezése van párbajtörbe és karba is. Milyen versenyek várnak mind a fiatalokon, mind a kerekesszékesekre az év hátra lévő részében? A kerekesszékesekre vár 2 hét múlva az Európa bajnokság, ami nagyon komoly megmérettetés lesz számukra, illetve az olimpia szeptember elején. A gyerekeknek még van újonc országos bajnokság, illetve serdülő országos bajnokság ebből a szezonból hátra. És a kerekesszékeseknél honnan tudtok versenyzőket toborozni? Na, ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz is el válaszolni. Még mindig nem elég bátrak, úgy mondja, a mozgássérültek, hogy felvállalják, hogy eljöjjenek és kipróbáljanak bármilyen mozgássérű sportot, nem csak a vívást. Pedig ha tudnák, hogy ezáltal megváltozik az életük, és ezt előre látnák, vagy egy kicsit közelebbbe kerülnének ennek, és meglátják a lehetőséget, akkor csodákra lennének képesek. Közel múltban tértél haza Kanadából egy világkupa versenyről 2 bronzéremmel, milyen célokra utaztál, mennyire felelt meg a várakozásainak ez az eredmény? Hát a várakozásaim meg tökéletesen megfelelt ez az eredmény. Mindenképpen szerettem volna a legjobb 4 között végezni, ugyanis tavaly ugyanezen a versenyen a legjobb 8 között végeztem, ezen a helyezésemen szerettem volna javítani, és sikerült is. Úgyhogy tökéletesen sikerült végrehajtani. Az idei évben emellett a 2 bronzérem mellett milyen eredményeket értél még el? Az idei szezonban több világkupa érmet, aranyezüst és bronzérmeket is szereztem világkupákon, egyéniben és csapatban is, valamint a 23 világbajnoki címet sikerült szereznem, 2-t, és a felnőtt világbajnokságon 2 bronzérmet. Tagja vagy a Rióra készülő paralimpiai csapatnak, mennyire van már fókuszban Brazília? Teljes mértékben, én már igazából egész évben csak erre készültem, nekem ez egy hatalmas lehetőség, az első paralimpia, amire mehetek. Úgyhogy igazából minden nap ezzel kelek, ezzel fekszem, nagyon koncentrálok, fókuszálok, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is készítem magam a versenyre. Milyen erős a mezőny, kik lehetnek a legnagyobb ellenfeleid? A legnagyobb ellenfelek mindenképpen a kínaiak és az oroszok, és igazából ez a két nemzet, akire azt mondanám, hogy ők nagyon erősek, de mi is nagyon erősek vagyunk. Az olimpiáig lesz még egy Európa-bajnokság, oda milyen célra utazol? Az Európa-bajnokságon én már csak jól szeretném érezni magam, a helyem az be van biztosítva, tehát én oda szeretnék menni, és nagyon-nagyon-nagyon jól vívni. És ha Rióról beszélünk, akkor mik a titkos álmok? Titkos álma persze mindenkinek az, hogy paralimpiai bajnok legyen, de nekem ez még nem most lesz. Nekem ez az első paralimpiám. Most, tehát nemrég kezdtem, egy pár éve versenyzek, úgyhogy a versenyrutinom miatt én úgy gondolom, hogy nekem már az is hatalmas siker, hogy egyáltalán sikerült kijutnom egy ilyen kaliberű versenyre. Én elmegyek, megtapasztalom, milyen a légkör, és majd egy vagy két olimpiával később tűzök ki magam elé igazából számszerű célokat. Egy új kategóriában, a B kategóriában debütáltál Kanadában egy világkupa versenyen, onnan 2. helyet értél haza, mennyire vagy elégedett ezekkel az eredményekkel? Nagyon elégedett vagyok, főleg úgy, hogy eddig A kategóriában versenyeztem 2,5 évet,
Kitartottam, mert tudtuk, hogy az a cél, hogy átkerüljek B kategóriába, mert nekem ott a helyem, hogy hasonló, ugyanolyan kerekesszékes, igazi kerekesszékes, gerincsérült biókkal versenyezzek, és így egyenlő esélyekkel induljak. És így nagyon örülök neki, és főleg úgy, hogy első B kategóriás versenyben 2/6. Helyet értem el. Akkor számodra gyakorlatilag ez a mezőny teljesen ismeretlen volt, milyenek az ellenfelek, mennyire erős ebben a kategóriában a mezőny? Nagyon erősek tényleg, szóval technikásak, sokkal technikásabbak, mint A-kategóriában, erre rájöttem most, első körben is. Küzdeni kell ugyanúgy, erősen, tehát edzeni kell, menni kell előre, nem szabad feladni, ugyanúgy nem áll meg a munka, tehát csak előre. Többször említetted a küzdés, kitartás szót, mennyi munka van az eredmények mögött magyarul, heti szinten, havi szinten mennyit készültök? Sokat, nagyon sokat készülünk. Én dolgozom napközben, és akkor este jövök edzésre, és akkor este ilyen 3-3,5 órát edzünk. Kőkeményen, ez ilyen heti szinten 3-4 alkalom. Az idén lesz nem sokára egy Európa-bajnokság, aztán egy paralimpia. Milyen célokat tűztél ki a kettővel kapcsolatban magad elé? Az Európa-bajnokságon szeretném megjavítani ezt a 2/6. Helyezésemet mind a két fegyvernemben. Remélem sikerül, de hogyha ugyanúgy 6. helyet érek el, nem leszek csalódott, csak egy picit, de szeretném ezt javítani. A paralimpiával kapcsolatban pedig Amarillának szurkolok, hogy minél jobb eredményt érjen el. Nekem nem sikerült kijutnom, főleg úgy, hogy most sztornozott a pontszámom, mert hogy átkerültem B kategóriába, azonban, hogyha az EB-t megnyerem, akkor kijutok. Tehát ez a cél. Magyar bajnokok, junior világbajnoki döntősök, aranysisak győztesek találkoztak azon a rendezvényen, amelyen a korábban világbajnoki selejtezőkön is rajthoz álló sarakmotoros Seres János szervezett meg. Húsvét előtt összetalálkoztam az Interspárba Elemér bácsival, aki az edzőnk volt, és megölelt, és mikor elköszöntük, és mondta, hogy milyen sok baj volt veled. És akkor ez adta az ötletet, hogy akkor összehívjuk a fiúkat, még most mindenki megvan, és bízunk benne, hogy még sokáig meg lesz mindenki. És az adta az ötletet, és körbehívtam minden srácot, megkerestem őket, és akkor úgy néz ki, hogy mindenki eljött, tehát nagyon örülök neki, hogy 30 év után megint együtt van a csapat. Ez a mindenki hány embert jelent? Ez a mindenki, ez 13 embert jelent, és lehetett volna többet, de ők már még tanulók voltak akkor, amikor mi versenyeztünk, és a többieket azokat nem. Tehát lehetett volna 50 vagy 100 emberből is az a... Te hogy emlékszel vissza arra az időszakra, amikor még te versenyeztél? Hát én nagyon szépen megköszönöm a sorsnak az, hogy megadatott az, hogy versenyző lehettem, és ez Szolváti Feri bácsinak az érdeme, mert ő alapította meg Nyíregyházán ezt a sportot, és ő volt ennek a gazdája, ő csinálta. Nagyon szép évek voltak, csak jót tudok róla mondani, élményekkel tele, rengeteg verseny, rengeteg külföldi ismerős, mai napig elmegyek külföldre, és bárhová megyek, mindenhol találok egy ismerőst, Mexikóba, Argentinába, bárhová elmegy az ember, és mindig van egy salakmotoros ismerős, és ez egy nagyon jó dolog. Most van-e valamilyen kötődésed a sportág? Ugye egy néhány éve itt ismét nagy halázban elkezdett éledezni a sportág? Nincs, semmilyen kötődésem nincs a sporthoz. Valamikor nagyon szerettem volna gyerekekkel foglalkozni, de sajnos ebbe a világba, mióta nincsen egy olyan vállalat a sportolók hátánál, mint a Volán vállalat volt annak idején, így a szülők nem bírják azt finanszírozni, hogy egy gyerekeket neveljünk fel 2-3 év alatt, hogy versenyző legyen belőle. Mikor ültél utoljára salakmotoron? 3 évvel ezelőtt, nagy halászba, az új pályán, és Attilával mentünk egy pár futamot, és az utolsó futamban majdnem elestem, és akkor megfogadtam, közben imádkoztam, hogy csak most ne boruljak fel, és többet soha nem ülök rá, és azóta ezt tartom, tehát soha nem akarok ráülni. Ez a találkozó egyszerű alkalom, vagy pedig tervezett, hogy rendszeres lesz? Hát ez a fiúkon múlik, hogy ők szeretnék-e, vagy nem szeretnék. Én szeretném minden évben összetalálkozni velük, mert van olyan köztük, akit 13-14 éve nem láttam, és nagyon jó barátok voltunk, rengeteg versenyen motoroztunk együtt, rengeteg edzőtáborban voltunk együtt, tehát össze volt kötve az életünk, mint egy családnak. Ha ők alkalmasak rá, akkor igen, akkor bármikor, minden évben megrendezzük szívesen. A 2000-es évek elején szinte heti rendszerességgel szerepeltél a Külcsei Televízióban, hiszen hazai és nemzetközi versenyeken indultál folyamatosan. Éles versenyen mikor ültél utoljára motoron? 2011-ben ültem utoljára éles versenyen. Hát letudtam az egész évet,
negyedik lettem a bajnokságban, úgyhogy lényegében edzés nélkül egy pont hátránnyal maradtam le a dobogóról. Azt mondom, hogy relatív szép eredmény. Nagyon hosszú pályafutás alatt versenyeztél külföldi ligákban, idehaza a válogatottban, mire vagy a legbüszkébb? Hát a legbüszkébb a magyar bajnoki cím, tehát az mindenkinek úgy fontos, de a két lengyel ligás bajnoki cím is nagyon fontos. Meg rengeteg nemzetközi versenyen olyan eredményeket értem el, amit nem sokan. Maradt-e hiányérzet benned egyáltalán a pályafutásod lezárását követően? Nincs úgy hiányérzetem, tehát én mai napig motorozgatok, eljárok edzegetni Gyulára, Debrecenbe, úgy Nagyhalászba. Tehát én nem szakadtam ki teljesen a sportból, én imádom, szeretem, mindig is az életem volt, meg az életem lesz, tehát én azt nem fogom így abba hagyni csak. Valamikor ez egy virágzó sportág volt Magyarországon, minek köszönhető az, hogy oda jutott ahová? Hát ez nagyon összetett dolog, én ezt úgy szoktam mondani, a legfőbb probléma az emberekben van, tehát meg kéne találni azt, hogy lehet ezt normálisan üzemeltetni, mert van rá lehetőség, szerintem még mai napig lenne rá érdeklődés, csak ránk nincs úgy szükség, és én azt mondom, hogy hát akkor hogy csináljunk benne valamit, ha nem kellünk. Ez nem egy olcsó sportág, ez a motor, ami itt van a te motorod, ez a motor csak így magában, a csizmával, a ruhával, a sisakkal, tehát arról nem beszél, hogy versenyekre elutazol, így mennyibe kerül? Ahhoz, hogy az ember felöltözzön, ami verseny, tehát a versenyeken megfelelő ruhába, tehát durván az ilyen 500 000 forint körül van egy sisak, ruha, csizma. Egy profi motor az meg ilyen 2-3 millió forintban van, attól függ, hogy ki milyen tuningot, milyen kuplungot tesz fel rá. Nekem van egy elvem, hogy nagyon sokat számít az, hogy mennyire fit az ember, tehát kell hozzá. Tehát összetett az egész, tehát nem minden a motoron múlik. Egyébként Európában vagy a világ más részein milyen helyzetben van most a salas motorsport? Lengyelországban nagyon népszerű, nagyon szeretik, Ausztráliában, Dániában, Svédországban, tehát egész Európában megy ez az egész salakmotorsport. Valahogy Magyarországon nem találjuk meg a támogatókat, nincs érdeklődés, tehát nagyon nehéz. Tehát ez egy ördögi kör, mert mindig előbb eredményt akarnak majd utána támogatni az embereket. Tehát, hogyha nincs megfelelő technika, akkor meg nem lesz eredmény. Tehát ez egy ördögi kör. Én mindig azt mondtam, hogy aki figyelte a pályafutásom, én szerintem bizonyítottam, csak hol voltak akkor a szponzorok. Hogy ne ilyen negatív legyen a végkicsengés, milyen volt találkozni itt a légismerősökkel? Nagyon ritkán szoktunk találkozni, meg így összefutni. Tehát jó, hogy Seres János összehozta ezt a kis találkozót. Szerintem mindenkinek ezt úgy látnia kéne, hogy azért még mindenki mozogna ebbe a sportba. Én bízom benne, hogy lesz ennek folytatása, és szerintem kell az a sportnak. Több mint másfél évtizedes pályafutásod alatt csak nyíregyházi színekben versenyeztél, hogyan emlékszel vissza arra az időszakra? Nagyon szép emlékeim vannak, mert sok élménybe vettem részt ezáltal a salakmotorozás véget. Tehát hát fiatalon az volt az embernek az élete, hogy motorozzon végül is. Tehát azért, és tehát az boldog ember lehet, aki azt csinálja, amit szeret, és mi azt csináltuk, amit szeretünk. Az aranykornak számító 70-es, 80-as években hogyan nézett ki Magyarországon a salakmotor sportág? Hát akkor nagyon, főleg itt a Dunán ennek a végéről, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Gyula, Szeged, itt voltak salakmotor versenyek, és de hát akkor tehát nem olyan volt, mint most, hanem ilyen rendesen csapatbajnokság volt, egyéni bajnokság, páros bajnokság, rendesen, mint más szakákban meg volt minden bajnokság. És hát aki emlékszik arra az időszakra, az tudja, hogy a nyíregyházi pályán is teltház előtt versenyeztetek. Milyen volt egy vasárnap délelőtt hangulata? Végül is csak vagy foci meccsre mentek az emberek, vagy salakmotorversenyre, és mivel hogy többnyire teltház volt, így nagyon nagy hangulat volt, és hát nagyon nagy versenyek voltak. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? Hát legjobban annak örülök, hogy magyar bajnok lehettem. Van-e most valamilyen kötődésed a sportághoz? Egyébben egyszer-kétszer elmegyek ilyen Grand Prix futamra így a barátokkal, és az annyi elég, hogy nézek egyébben nem csak tévén egy versenyt, hanem élőben is.
Milyen volt találkozni hosszú idő után itt a régi ismerősekkel, csapattársakkal, sporttársakkal? Változtak az idők, mondjuk megöregettünk, de az emlékeket felidézve, tehát nagyon kellemes így elbeszélgetni. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!